Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Időközben befutott a Radeon RX 550. Nyilvánvalóan többen várták már ezt a videókártyát, hogy megmondjam őszintén, én annyira nem, lévén, hogy eléggé lefogyott az arcomról a mosoly. A Radeon RX 570 és az RX 580 esetében is. Készítettem már arról is ilyen áttekintő videót. Na most szerettem volna a Guru 3D-s teszteket rendesen bemutatni, viszont mindössze egy 3D Mark tesztet tettek fel. Ezzel kezdeném. Hát láthatjuk, hogy pontszámban bőven a Radeon RX 550, bőven a GeForce GTX 950 alatt van a Radeon RX 550. Egy kicsit más videókártyához kellene hasonlítanom, akkor a GTX 750 Ti szintjét hozhatja körülbelül. Ezt egyébként látni fogjátok a játéktesztekben is, amik nem saját tesztek, egyértelműen úgy mutatom be a videót, hogy mindössze én is csak rákerestem az interneten, és felhívom erre a figyelmet, valamint elmondom azt, hogy mire lehet számítani a videókártya esetében. Legelső játékteszt, Crysis 3. Láthatjuk, hogy low, tehát alacsony beállítások mellett Full HD-ban Radeon RX 550 67,4, RX 460, ugye a tavalyi középkategóriás, vagy inkább alsó középkategóriás Radeon RX videókártya 101,2 FPS-sel szerepelt. Grand Theft Auto 5 High normál textúrákkal Full HD-ban, RX 550 52,6, RX 460 81,7. Battlefield 1 médium beállítások mellett DirectX 12-vel Full HD-ban, Radeon RX 550 43,9, RX 460 67,3. Tehát azért láthatjuk, hogy masszívan, jóval gyengében szerepel az RX 550, mint a tavaly kihozott RX 460. Witcher 3, Low, Full HD, RX 550, 32,2, RX 460, 64,2. Rise of the Tomb Raider, alacsony beállításokkal, Full HD, RX 550, 48,2, RX 460, 62,8. Hitmannél egy kicsit érdekesebb a helyzet, itt összetorlódtak úgymond a videókártyák, tehát RX 550 37,3, RX 460 41,1. Tehát itt majdnem úgy azonosan szerepelt a két kártya. Na most, hogy összességében mit tudnék mondani az új RX 550-ről? Szerintem várakozáson alul teljesít, tehát a 750 Ti teljesítményt most kihozni így 2017 derekán szerintem egy kicsit furcsa és egyféle elgondolkodtatásra késztet. Érdemes lesz azért figyelni az árazását is, tehát jelenleg olyan 30 000 forint környékén kapható, és ennek fejében az RX 460-nak az árazását is, és akkor ez alapján kalkulálni azt, hogy melyiket érheti meg jobban megvásárolni. Egyébként még jövök videóval az RX 560-ból is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!